Az úton mai adásában a bátorságról lesz szó. Arról a bátorságról, ami akkor válik valósággá, amikor kockázatot vállalva hozunk döntést. És az, hogy ez a döntés mennyire fog pozitívan hatni az életünkre, csak utólag derül ki. Csiki Anna életében sok-sok ilyen döntéshelyzet adódott, és bár voltak mélypontok, végül minden jól alakult. Mindannyian tanulhatunk tőle. Csiki Annát a Fehérvár Televízió nézői számára nem kell bemutatni, hiszen hétről hétre az Együtt magazinban Dávid Renáta a kolléganőmmel azon dolgoznak, hogy ebben a nehéz időkben is egy kis lelki táplálékhoz juttassanak bennünket. Most azonban Anna nem ezért van itt, vagyis talán egy kicsit mégis, de másként, mert hogy az életéről fog mesélni, és ilyen még nem nagyon volt, és a műsorunk mai témája pedig nem más, mint a bátorság, és én azt gondolom, hogy Anna annyira bátor, hogy bármelyikünk példaként tekinthet rá, és ezért gondoltuk úgy, hogy Annát most a saját életéről kérdezzük. Sok szeretettel köszöntelek téged itt a stúdióban. Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőket. Nem azért vagy szerintem bátor, mert mondjuk több száz méter magasból egy repülőgépről ejtőernyővel leugrottál, bár nem tudom, volt ilyen? Nem, tériszonyos vagyok. Hanem azért, mert azt hiszem, hogy egyrészt sugárzol a boldogságtól, gyönyörű vagy, és mindig azt gondolom, amikor veled találkozom, hogy a helyeden vagy. Honnan indult? Tehát nagyon szerencsés volt a gyerekkorod, vagy mégis hova vezethető ez vissza? Mikor érezted először, hogy érezted egyáltalán, hogy bátor vagy? Hát én azt gondolom, hogy kétféle embertípus van, ha a bátorságot nézzük. Az egyik, akit a nehézségek és a kihívások sárba döngölnek, és maga alá esik, és nagyon nehezen kel fel. A másik embertípus az, aki a nehéz helyzetekben inkább erőt kap, és megtáltosodik, és meg akarja mutatni. Hát én a második csoportba tartozom, és azt gondolom, hogy elég kalandos életutam volt, és elég rögös is volt ahhoz képest, hogy most ugye itt beszélgetünk, és én vissza kell ma tekintenem egy kicsit az életemre, viszont ez arról árulkodik, hogy bizony sok kihívás volt benne, és sok nehézség volt benne, és én ezért mindig megerősödtem, én mindig ezekből a nehézségekből merítettem az erőmet, mindig valahogy túl akartam élni, és meg akartam mutatni magamnak, a világnak, hogy én bátor vagyok. Tehát nem voltam mindig bátor, de ezek a helyzetek bátrabbá tettek engem. Nem volt belőle kevés. Honnan jöttél, Anna? Hát én egy nagyon egyszerű paraszti családból származom. Édesapám egy székely parasztember, édesanyám egy értelmiségi családból jött, de beállt édesapám mellé, és elköltöztünk, amikor én kislány voltam, én egyébként Komlón születtem. Bányászok voltak a rokonaim körülöttem, akkoriban édesapám is, és elköltöztünk egy kis faluba. Nagyon sokszor megyek vissza erre a pontra, hogy én ezt mennyire nem akartam, mennyire mást gondoltam én már akkor 6 évesen a világról, hogy tanulni szeretnék, én zongorázni szeretnék, és egy csomó mindent szeretnék, ehelyett be kellett állni kőkeményen ebbe a paraszti létbe, amit utólag már nem bánok. Rengeteg munka volt, ezt nem szokták belőlem kinézni, hogy mennyit dolgoztunk. Nyáron nem a Balaton és a nyaralás, hanem ugye akkor volt a munka dandárja, óriási kukoricaföld, paradicsomföld, és hát volt egy keménykezű édesanyám, aki engem és a testvéreimet beállított ebbe a munkába. Úgyhogy ott nagyon megedződtem ebből a szempontból, hogy az élet bármit hoz, abba bele kell állni. Nem nagyon lehetett lazázni, meg lazítani. Szórakozás is csak akkor volt, hogyha előtte megvolt a munka. Igen? Ugorhatunk-e éveket? Nem tudom, hogy majd aztán visszakanyarodhatunk, hogyha úgy gondolod, hogy még esetleg ott történtek fontos dolgok, de hogy innen azt hiszem, hogy el akartál kerülni, tehát hogy az első házasságod az talán egy menekülés volt, vagy miért történhetett az? Mit gondolsz? Igazából a menekülés az a fejembe akkor történt meg, amikor hát egy nap, hát én földhöz vágtam a kapát, és azt mondtam a szüleimnek, hogy én tanulni szeretnék. Hogy én úgy érzem, hogy nekem muszáj ebből egy kicsit kilépnem ebből a mókuskerékből, és én tanulni fogok. Tehát ott a lelkemben már valahol elindultam, aztán jött egy lehetőség, akkoriban, még a rendszerváltás után nem sokkal Amerikába egy lehetőség. Hát ez egy álom volt. Végig se gondoltam szerintem 21 évesen, hogy mibe is keveredek én bele, hanem az akkor éppen aktuális barátommal azt az információt kaptuk, hogy Amerikába akkor úgy lehet vízumot kapni, hogyha összeházasodunk, tehát egy nászutas vízummal. És hát fiatalok voltunk, belevágtunk ebbe az egészbe, és ki is mentünk Amerikába. Na ehhez nagyon nagy bátorság kellett itt hagyni a családot,
azt a jövőt, amit akkor mondjuk én megálmodtam magamnak, a tanulásommal és mindennel együtt, hanem észrevettem ezt a nyitott kaput, és bár ennek ez volt az ára, hogy én férhez mentem akkor egy kicsit meggondolatlanul, és nem érzelemből feltétlen, hanem ebbe beleugrottam, mert én ott akartam lenni Amerikába. De ennek nagyon nagy haszna volt a későbbiekben, azt gondolom. Hát felnőttem, az biztos, mert az sem volt egy egyszerű sztori, a kinti kalandok és a kinti lét, a kinti utazás, amit akkor megjártam az akkori férjemmel és a barátaimmal, akikkel kint voltunk, de ez alatt az idő alatt teljesen átértékeltem mindazt, amit én az otthonomról, a kis falumról, az életemről gondoltam, és hát telefon és internet és Skype és minden nélkül 2 évig a szüleim és a családom nélkül levelezés útján, most ezt a gyerekeim el se tudják képzelni, akkor ott kint maradtam, és azért sok mindenen keresztül mentem. De aztán egy döntés volt, hogy mégiscsak hazajövök, és az a döntés az volt, hogy ezt a meggondolatlanul tett fogadalmamat az akkori férjemnek, ezt rendbe tegyük, hogy akarjuk-e mi ezt a házasságot, vagy nem. És hát ott lyukadtam ki én, hogy ezt nem akarom. Ehhez is bátorság volt. Egyrészt a döntés meghozni, hazajönni, szembenézni azzal, hogy akkor lehet, hogy az a házasság mégsem működik. Nyilván, hogyha a saját családomból indulok ki, akkor biztosan ott sem volt kedves a fogadtatás, vagy nyilván a családi minták nem biztos, hogy ezt az utat mutatták volna, és mégis milyen jó, hogy ez a döntés megszületett. Mert aztán 4 gyerkőc lett. Igen, aztán, mikor ezt a döntést meghoztam, annyit tett hozzá az életem, hogy én itt maradtam Székesfehérváron, az első férjem fehérvári volt. Én ide jártam középiskolába, a családom pedig az országban szanaszét. És emlékszem arra a pillanatra, amikor én ültem a déli pályaudvaron, és azon gondolkodtam, hogy most akkor hol a haza, hova menjek? A szüleimhez vissza a kis falumba, le Pécsre a nagyapámhoz, aki akkor még élt, Budapesten élt a bátyám, mégis hova vegyek jegyet, és egyszer csak jött egy gondolat, hogy hát Székesfehérvár. Még akkor is, ha tudtam, hogy itt rendezni valóban van a férjemmel. És így maradtam. Így jöttem a déli pályaudvarról, Székesfehérvárra is itt is maradtam. És hát bizony el kellett rendeznünk akkor ezt a kapcsolatot. A családom nagyon jól állt hozzá. Nekem egyébként korát meghaladó, modern gondolkodású anyukám volt. Ezt így utólag látom. Apukámtól tartottam egy picit, ő a konzervatív vonal, de mindannyian azt mondták, hogy az számít, hogy én hogy látom a jövőmet, és ebben bíztattak, és így támogattak. Nagyon fontos, hogy az ember tudja, hogy mi az útja talán, vagy hogy biztos legyen ezekben a döntésekben, még akkor is, hogyha van támogatója, és akkor is, hogyha kevesebb. Igen, és akkor itt Fehérváron úgy indítottam el az életemet, hogy rendeztem ugye a válást, a volt férjemmel, rokonom, hozzátartozom, senki nem volt. Nagyon jó munkahelyet kaptam akkor. Én hiszek abba egyébként, hogy nincsenek véletlenek. Ha a műsor elején kérdezted, hogy a szerencsével hogy állok, hogy szerencsés volt az életem. Ilyen szempontból viszont azt gondolom, hogy nagyon sokszor egy vezetés volt az életemben. Hogy olyan fordulatok jöttek, amit nem én rendeztem. Nem én találtam ki, hogy ez így legyen. Például az akkori nagyon jó állásom. Ez egy, most úgy mondanám, hogy szerencse volt. Nyilván tudom, hogy nem szerencse volt, hanem az én, érteni, meg az én hitem, hogy azért valamiféle vezetés is van az életemben, hogy akkor ott lett egy jó munkám, és így indítottam el az életemet. És mindenhonnan éppen a megfelelő pillanatban kaptam támogatókat, segítőket, és így indultam el. És aztán hogyan tovább? Ezért gondolom azt, hogy nekem Fehérvárra kellett akkor is ott jönni. Úgy döntenem, hogy akkor ide jövök ott a déli pályaudvaron, mert aztán itt ismertem meg a főiskolán a második férjemet, akitől aztán a gyerekeim születtek. A szüleim azt vallották, hogy mindegyünknek, hárman voltunk testvérek, mindenki kap egy szakmát a kezébe, utána boldoguljunk, ahogy szeretnénk, de én ott a kapu eldobásnál tudtam, hogy én tanulni fogok, úgyhogy amikor hazajöttem Amerikából a megspórolt kis pénzemmel, akkor én tudtam, hogy nem fogom elszórni, ahhoz kevés, hogy én most egy házat vegyek magamnak, én tanulni fogok. Alig vártam, hogy ezt a pénzt arra fordíthassam, és akkor így indultam el, hogy akkor főiskolára jártam, diplomát szereztem, küzdöttem az életemmel. Így volt akkor. És aztán elkezdtek a gyerekek jönni. És a főiskolán találkoztam a második férjemmel, akitől a gyerekek vannak. Az sem volt egyszerű. Én is egy válásban voltam, ő is éppen egy válásban volt. Nagyon nehéz volt összeilleszteni az ő életét az enyémmel, de ez egy olyan mindent elsöprő szerelem volt, hogy
nem is volt kérdés, hogy belőlünk egy nagy család lesz, így is álltunk hozzá a dolgokhoz. És nekem óriási dilemmám volt, még mielőtt a férjemmel találkoztam, hogy karrier vagy család, és hát őszinte leszek magamhoz és hozzád is, hogy én a karrierista nők táborába tartoztam, tanulni, fejlődni, előre haladni, ez volt az ászlomon. De aztán, ahogy jöttek a gyerekek, valahogy azt éreztem, hogy nem is lehetne jobb ennél. Nyilván most, hogy már felnőttek, azt gondolom, hogy az életem legjobb időszaka volt ez, amikor a gyerekek voltak, de akkor még azon dilemmáztam. És egy picit alátoltam minden karrierista vágyamat a házasság alá, és itt jön a családi hitrendszer, a családi minta, hogy asszony, ha a hátadon fát vágnak, neked akkor is tűrnöd kell. Ugye ez egy hagyományos paraszti családnak a mottója lehet, és én ezt nagyon szépen hoztam az apai ágról, és én ennek megfelelően végeztem a dolgom asszonyként, és mondtam le egy csomó olyan dologról, amire vágytam, és amit szerettem volna, és hát itt jött a pofon 10 év után, hogy a férjem talált egy nálam nagyobb szerelmet, és akkor ez hirtelen egy mély gödörbe sodort, nem láttam a kiutat. Ez volt azt hiszem életem legnagyobb mély gödre. Ilyenkor megszólalni is nehéz ezután, mert nyilván pont arra gondoltam, hogy ez lehetett volna egy happy end, hogy akkor 4 gyerkőccel együtt egy család milyen jó, de nem ezt hozta az élet. De mégis, és még nincs vége, de hogy mégis aztán hogyan lehetett ebből a gödörből kijönni? 4 gyerkőccel egyedül, azért támogató család nélkül, barátok voltak már akkor? Édesanyám akkor már nem élt, apukám élt. Nyilván a testvéreimnek a családja, tehát ők nagyon fontosak voltak, de nem voltak itt fizikai közelségben, tehát senki nem volt. Barátaim igen, ők voltak, tehát ez egy akkora pofon volt számomra. Tényleg azt mondhatom, hogy amikor azt az idézetet használják, hogy összedőlt a világ, én akkor azt éreztem, hogy minden, amit addig gondoltam a jövőmről, hogy majd a férjemmel az udvarba ültetett fák alá kispadot teszünk, és majd várjuk az unokáinkat, biztos lesz rengeteg unokánk. Szóval ezt az illúziót, ezt az álmot azért el kellett ott hirtelen engednem. És volt egy olyan pillanat ebben a hosszú folyamatban, mert azért ez nem egy rövid folyamat, ebből nem lehet egyik napról a másikra kijönni. Volt egy olyan pillanat, amikor már kellőképpen sajnáltam magam, amikor már kellőképpen hibáztattam mindenkit azért, hogy én ide jutottam, még a hitem szerint való jó Istent is, akiben addig kapaszkodtam, szóval mindenki hibás volt, és olvastam egy idézetet, amit nem fog tudni idézni, mert nagyon sokat kerestem, de azóta se találom, ami nagyjából arról szól, hogy itt ülsz egy szemétdombnak a tetején, és mikor rájössz, hogy ezt magadnak teremtetted. Na hát én ezen felháborodtam, hogy én magamnak ezt hogy teremthettem volna. Hát én rendes feleség vagyok, nagyon jó anyukának tartottam magam, alárendeltem az életemet ennek az egész közös dolognak. Hol lehetek én hibás? Aztán, amikor magamban néztem, és azt mondtam, hogy egy kapcsolat, ezt most már tudom, akkor nem tudtam. Mindig 2 emberen áll. Mi volt az én részem? Mi volt az ő része? Hol van az a felelősség, amit én tudok vállalni a dolgokért, vagy ezért, ami történt közöttünk? Mi az a felelősség, amit meghagyok neki? Az, hogy ez milyen arányban van, ez egy más kérdés. De hogy felismertem, hogy ebben én is felelős vagyok, na ez indított el egy kicsit kifele ebből a gödörből. Ha én hordtam össze ezt a szemétdombot, akkor az jó hír, mert akkor tehetek is valamit érte, hogy széthordjam. És itt jött egy óriási munka, egy önismereti munka, egy ásás, hogy mégis mi ez az élet egyáltalán? Mi az, hogy nőnek lenni, mi az, hogy anyának lenni, mi legyen az álmaimmal, a terveimmel. És ebbe kaptam nagyon sok bíztatást, akkor már a környezetemtől, és az valahogy erőt adott, hogy azt mondjam, hogy na, elég volt az önsajnálatból, elég volt a hibáztatásból, neki kell állni egy új életnek. És még nem tudtam, hogy hogyan. Annyit tudtam, azt a fogadalmat, na, én ebből kijövök. De hogy mit fogok csinálni, mi fog történni, ezt én sem tudtam akkor még. Viszont talán ennek köszönheted, hogy a segítő szakmát, a hivatásodat megtaláltad, ugye? Jól gondolom, mert itt kezdődött el az a féle munka, ami miatt párkapcsolati kócs, kineziológus és családállító lettél. Igen, itt indult el, ez az önismereti munka vitt el idáig, egy akkor éppen vizsgára készülő kineziológus látta, hogy én milyen vacak állapotban vagyok, és kérdezte, hogy gyakorolhat-e rajtam. És mondta, hogy hát persze, gyakorolhatsz, bármit csinálhatsz velem, hogy jobban legyek. És akkor ugye
valami történt, tehát hogy nem tudom már pontosan, hogy mi, mégiscsak valami az utamra állított, és azt mondta, hogy ez milyen jó, ez a kineziológia, ezt megnézem közelebbről. És valami hívást éreztem, hogy akkor magamnak segítve elmegyek és megtanulom ezt a módszert, és a kíváncsiság is hajtott meg, hogy akartam ebből a gödörből kijönni, és akartam segíteni, nem tudom, talán a környezetemnek. Valahogy akkor a családom, így anyu halála után egy picit megingott mindenkinek az élete, mindenkinek a sorsa, és egy kicsit ilyen öncélúan indultam el ebbe a tanulásba. Aztán idővel rájöttem, hogy hát nem hiába történtek ezek a dolgok. Most így utólag visszanézve nem egy tragédiának tekintem én ezt a válást, hanem egy útkereszteződésnek, ahol nekem elkanyarodott az utam. El kellett, hogy kanyarodjon, azt gondolom. Ami még szerintem nagyon fontos, és lassan el kell, hogy jussunk a jelenbe, hogyha az órára nézek, de volt neked egy civil hivatásod is, és szerintem szintén, hogyha már a bátorság a vezérfonal ebben a beszélgetésben, akkor óriási dolog szerintem, hogy azt a biztos állást egy bizonytalanért elcserélted, és hát milyen jól tetted. Hát amikor én a válás után a 4 gyerekkel, én akkor főállású anya voltam. Én akkor mindent hátrahagytam magam mögött. Egyébként, amit mondtam, hogy főiskolára jártam, és magam elkezdtem tanulni, Pécset tanultam, a HR-es voltam, HR-es lettem, és a férjemmel közös vállalkozásba is együtt dolgoztunk, együtt kezdtük. Aztán ugye a 4 gyerek, az körülbelül 10 évet ölel fel, akkor a gyerekeimmel voltam elfoglalva, tehát én a válás után egy szinte pályakezdőnek mondhatom magam, úgy indultam útnak. Voltak kisebb próbálkozásaim, aztán az a cég, ahova kerültem, ott azt mondta a főnök asszonyom, hogy amikor az első interjú lement, hogy az, hogy 4 gyerekem van, számára nem riasztó, egy nagyon családcentrikus, családbarát munkahelyről van szó, nem riasztó, hanem azt vélelmezi, hogy ha én egyedül vagyok ezzel a 4 gyerekkel, akkor én biztos egy kemény csaj lehetek, hogy sokféle területen meg tudom állni a helyem, és neki ez egy ilyen biztató dolog volt velem kapcsolatban, és nagyon hálás is vagyok ennek a munkahelyemnek és Maher Mártának azért, hogy akkor is ott lehetőséget adott nekem arra, hogy megküzdjem ezt az egész dolgot, hogy dolgozni, család, mellette nyilván, akkor már ugye kineziológusként végeztem, mellette kineziológusként is elindítottam az életemet, és nem így terveztem, de szájról szájra adták a klienseim az elérhetőségemet, és jöttek a kliensek, és tényleg eljött egy pont, amikor döntenem kellett, hogy merre megyek tovább. Vagy maradok ebbe a nagyon jó biztos állásba, vagy pedig megyek egy kicsit az álmaim után, amit nagyon szerettem csinálni. Nagyon, nagyon megtaláltam magam kineziológusként, és nagyon felszabadító, és nagyon boldog voltam attól, hogy segíthettem. És ebben az óriási dilemmámban egyszer csak itt is eljött egy ilyen útkereszteződés, és döntenem kellett, és megint csak azt mondom, hogy a munkahelyem és a főnök asszonyom akkor nagyon támogatott abban, hogy menjek az álmaim útján, és ez nagyon felszabadító volt akkor nekem, hogy nem úgy éreztem, hogy cserben hagyom a céget, hanem mehetek ezen az úton. Bátorság kellett, mert akkor is ott volt a 4 gyermekem, a biztos megélhetés, nagyon sokan egyébként én látom az életben elcsúsznak ezen, hogy nem merik megkockáztatni, pedig boldogság, haladás nem mindig van. Sőt, nincs kockázat nélkül. Tehát ezt a kockázatot be kellett vállalnom, nem bánom. Megint csak azt mondom, hogy így visszanézve, azt gondolom, hogy ez is egy újabb útkereszteződés volt az életemben. Aki mer, az nyer. Muszáj volt beleállnom. Hol van a határ a felelőtlenség és a kockázat között? Azt tudjuk? Vagy ezt belül lehet érezni? Én azt gondolom, hogy az az embertípushoz tartozom, hogy tehát vannak azok az emberek, akik úgy viszik az életüket, hogy mindig attól félnek, hogy mi van akkor, ha fejemre esik egy tetőcserép, vagy valami baj lesz. Én azt vettem észre magamon, hogy mindig úgy állok hozzá a dolgokhoz, és lehet, hogy a múltam miatt, hogy ez bárkivel megtörténhet, velem biztos nem. Tehát, hogy az én autóm leálljon a strádán, vagy rámessen a tetőről egy cserép, vagy hogy én nekem valami bajom legyen, hát ez velem nem történhet meg. És persze szomorúan látom, hogy mindenki mással megtörténik, ez lehet ilyen hurra optimizmusnak is nevezni. Egyszerűen olyan hitem van az életbe, a jóistenbe, magamba, hogy nagyon sokszor ezt így ki is zárom ennek a lehetőségét, és lehet, hogy ezek azok a pillanatok, amik engem előre tudnak vinni. Kívülről nézve lehet ezt felelőtlenségnek is tekinteni. Sokan óvtak ettől, hogy én a saját lábamra álljak, és ott hagyjam a
biztos állásomat, de én akkor szinte biztos voltam abban, hogy ez egy vezetésnek a következő állomás, és hogy nekem ez menni fog. Lehet, hogy sokaknak nem sikerül, de nekem fog. És így lett. Köszönjük szépen, hogy mindezt megosztottad velünk, és nem csak tanácsokat, hanem tulajdonképpen gyakorlati tapasztalatokkal is segítetted az életünket. Csiki Anna, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm, hogy itt lehettem. Mit is jelent a bátorság? Miben különbözik a vakmerőségtől? Mennyire velünk született tulajdonság, a családból hozott, tanult tulajdonság a bátorság? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Égei Tíme a pszichológussal. Már-már közhely, vagy hát híres mondás ez, szinte mindenki ismeri, hogy aki mer, az nyer. Kicsit olyan felszínesnek tűnik, hogy hát most akkor mit nyerünk, ha merünk, meg egyáltalán mit kell nekünk mernünk ahhoz, hogy nyerjünk. Tényleg a bátraké? A siker? Hát ez is olyan közhely, aminek van egy kis igazságtartalma, mint majdnem mindegyiknek. Nyilván fontos az, hogy első körben egy picit definiáljuk, hogy mit is jelent pontosan az, hogy bátorság, meg mit jelent az, hogy valaki mer. Mert én azt gondolom, hogy ahány ember annyiféle bátorság, meg annyiféle merés vagy mersz, mert ez mindenkinek más. Mindenkinek mást jelent a saját kis biztonsági zónájából való kilépés, és mindenki esetében más a bátorság. Hogyha egy nagy általános definíciót nézünk, akkor a bátorság az egy belső erőforrás, aminek elég sok összetevője van. De egy biztos, hogy kvázi személyre van szabva. Nincs olyan, hogy egy nagy egyetemes bátorság. Tehát mit jelent az, hogy bátorság? Mit jelent egy óvodásnak a bátorság? Mit jelent egy hegymászónak? Nyilván. Igen, sokszor ugye valami extrém dologgal szoktuk azonosítani a bátorságot. Ugye bátrak a tűzoltók, bátrak a mentősök, bátor az, aki fölmer mászni egy nagyon magas hegyre, de valójában a mindennapokhoz is bátorságra van szükségünk. Ez a bátorság, ez tanulható? Mert ugye vannak szorongóbb, kevésbé bátrabb emberek, meg van, aki simán beleugrik dolgokba, és sokszor be is jön neki. Első körben én azt gondolom, hogy egy bátor magatartás az egy tanult magatartás, de nem lehet külön választani attól, hogy kinek milyen a személyisége vagy a temperamentuma. Tehát egy nagyon extrovertált, nagyon nyitott, egy nagyon társaságkedvelő, szociábilis ember nyilván bizonyos értelemben bátrabb, mint egy befele forduló vagy szégyenlősebb alkat. Nyilván nem mindegy, hogy hogyan növünk fel. Tehát hogyha azt látjuk, hogy a mi szüleink is bátrak, tehát mertek kilépni a komfortzónájukból, és neki tudtak menni dolgoknak, akkor valószínű, hogy ez a tanult magatartásforma rám is hatni fog, hiszen én ebben nőttem fel, ebben nőttem bele, hogy azt látom, hogy ezt így kell csinálni. Hogy az ember, tehát hogy a bátorságot ugye el kéne különíteni a vakmerőségtől. A vakmerőség az amikor az embernek nincs félelem érzete, hanem megy bele a valamibe. A bátor ember fél. És ennek ellenére megmeri tenni azt, amit szeretne elérni. Tehát, hogy kell egy nagyon erős motiváció, kell hozzá egy viszonylag jó önismeret, kell hozzá egy olyan háttér, ami, ahogyan ő fölnő, amit ő kap otthonról, ez a bíz magadban, bízom benned, meg tudod csinálni, azért ez nagyon sokat hozzátesz a bátorsághoz. Lehet fejleszteni valakiben a bátorságot? Én azt gondolom, hogy igen, hogy az önismerettel együtt valahol mondhatjuk azt, hogy a bátorság is nő, hiszen minél jobban tisztában vagyok önmagammal, az erősségeimmel, a gyengeségeimmel, a korlátaimmal és a lehetőségeimmel, annál bátrabban fogok dolgokhoz, helyzetekhez hozzáállni, hozzányúlni. Tehát az ember többnyire attól fél, amit nem ismer. Minél több mindent megismerek, beleértve saját magamat is, tehát annál mondhatni azt, hogy annál bátrabb leszek. Tulajdonképpen ez egy olyan személyiségfejlődés, ami a környezetünkre is hathat, hiszen akinek van egy ilyen jó kisugárzása, arra máshogy reagál a külvilág is. Mennyire, mert ugye a külvilágon is múlik, hogy megmerünk-e lépni valamit, hogy ők hogy reagál. A külvilágon is múlik nyilván, hiszen hogyha nézzünk például egy bántalmazó kapcsolatban élő embert, tegyen az férfi vagy nő, akkor olyan szinten
alássa a bántalmazó az ő önbecsülését, hogy mondhatni azt, hogy már semmit nem fog merni, semmihez nem lesz bátorsága. És fordítva is, hogyha én egy, mondjuk azt, hogy bátor embernek tartom magam, tehát hogy kimerek lépni a biztonsági zónámból, folyton folyvást, olyan dolgokat teszek a félelmeim ellenére, akkor ez nyilvánhat a környezetemre is, tehát hogy ez oda-vissza igaz. Hogy a környezet is hat rám, én is hatok a környezetemre, akár a bátorságommal, akár a gyávaságommal, akár azzal, hogy merek, akár azzal, hogy nem merek. És nyilván meg fogja határozni az én viselkedésemet az, hogy milyen impulzusokat kapok a külvilágból. Tehát, hogy erre mondtam, ha valaki úgy nő fel, hogy megkapja a varázsmondatokat a szüleitől, hogy szeretlek, bízom benned, meg tudod csinálni, bíz magadba, azért az egy teljesen más élethelyzet, mint amikor valaki abban nő fel, hogy hülye vagy fiam, neked ez úgyse fog menni, ne is próbálkozzál. Van erre valami recept, hogy mi az az első lépés, amit az ember bátorság felé vezető úton meg kell, hogy tegyen? Hát, hogy azonosítsa a félelmeit, hogy mitől félek, és vegye számba azt, hogy milyen lehetőségei vannak, nézze meg, vizsgálja meg a saját motivációját, hogy mi az, amit szeretne, vagy akar elérni, ehhez mit kell tenni, hova kell fejlődni, és amikor mindezt mérlegelte, akkor eldöntheti, hogy van-e bátorsága azt a valamit meglépni, vagy nincs bátorsága meglépni. Vannak olyan élethelyzetek, amikor azt mondom, hogy a legbátrabb ember is el tud gyávulni, vagy elbizonytalanodik, mert olyan az élethelyzet, hogy nem tudhatja, hogy mi lesz ennek a pontos kimenete. És vannak emberek, akik biztonsági játékosok, tehát ugye ez egy nagyon mély ösztönkésztetése az embernek a biztonság, és vannak olyanok, akikre én azt szoktam mondani, hogy kalandvágyók. Egy kalandvágyó ember sokkal hamarabb lesz könnyen bátor, mint egy biztonsági játékos. Ők sokkal inkább hajlani fognak arra, hogy a járt utat, hogyha egy másik közhelyre hivatkozzam, tehát hogy a járt utat a járatlanért el ne hagyjam. Ami nem feltétlenül van ennek igazsága, de vannak emberek, akik így működnek, és ezt tiszteletben kell tartani. Döntéseink egyéniek, mint ahogy az ehhez szükséges bátorság is. És sokszor lehet, hogy akkor vagyunk a legbátrabbak, amikor nem is érezzük magunkat annak. Szóval nem minden fekete vagy fehér. Remélem, sikerült némi útravalót adnunk. Tartsanak velünk legközelebb is!